Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industri Kft. készítette a fényező műhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex közép-európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellen mondott, le nem írt őszintességgel val a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. A Dino Sportiradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Gróf Dávid, a bajnok honvéd kapusa. Szerbusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást megint. Most egyelőre ugye bajnok vagy, aktuális bajnok vagy, bajnok csapat kapusa. Jól érzed magad, gondolom, a bőrödbe. Igen, tényleg, hát mesébe illő, ahogy alakult az elmúlt egy évem. Ugye nb 1 csapathoz kerültem, olyan csapathoz, akihez ahol ahol azért van a kötődésem és édesapám révén. Szurkolókkal nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki, nagyon sokat jelent nekem a, a buzdításuk, úgyhogy tényleg nagyon jól érzem magam. Akkor azt mondod, hogy megérte a német negyedosztályból idejönni, visszajönni Magyarország. Igen, igen, mindenféleképpen. Pedig azért, ha nem is nagyon, de kaptál teljesen egy kis ízelítőt a magyar futball negatív, az az árny oldalából is. Megnyertétek a bajnokságot, az minden szép és jó és happy. de utána rögtön ugye a magyar labdarúgó válogatottba meghívást kaptál, és ugye hát ott, ott kellett lenned, ott ültél Andorrában, a kispadon. Ahol ugye a magyar labdarúgás egyik, hanem a legsúlyosabb, legszégyenletesebb vereségét szenvedte el. Tehát vele csöppentél. Rögtön egy szép fiesta után egy ilyen csúnya történetbe. Ezt hogy élted meg? Hát igen, ugye a bajnoki cím után tényleg mindenki nagyon pozitív volt körülöttem, teljesen hatalmas élmény volt, és utána rögtön ugye pár nappal később csatlakoztam a válogatotthoz. Hát igazából az eredményt, meg ilyesmit nem is szeretnék kommentálni, nem szeretnék senkit bírálni nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ott lehettem, és remélem, hogy még, még leszek is a válogatott keretbe a, a jövőben. Tényleg nekem ez egy hatalmas élmény volt még így is, hogy sajnos egy ilyen eredménnyel térhettünk haza. Nem gondolkodtál el, hogy a hoppá, akkor most hol is tart ez a magyar labdarúgás, amiben te is úgymond főszerepet játszol most már? Igen, hát persze azért nem könnyű megemészteni, ugye egyre többen azért ismernek most már, és akkor egyből összekötnek, akár például az Andorra eredményel is, és hogy tesznek Jó, megjegyzéseket, hogy, hogy itt tart igen. mégis a magyar foci, de úgy gondolom, hogy azért egy-egy vereség néha belefér, tehát megnézzük a legjobbakat nagyon sok. Igen, csak nem andorra, tudod, tehát itt, itt ebbe ez a rossz a andorra, és ahogyan, tehát itt ez a két dolog, tehát ez annyira megmagyarázhatatlan igen, igen. jelen pillanatban. Jó, és akkor ugye rögtön jött ugye, miért ugye minden kispesti szurkoló már várt, végre nemzetközi kupamérkőzés, nemzetközi kupaporon, kilépünk, kilépett a Honvéd, két meccs, két vereség. Igen, hát ha így Te mondjuk, a, hogy két meccs, két vereség, olyan simán most, most a tényeket rögzítve, igen, igen. Igen, a tények ezek valóban, de de úgy gondolom, hogy a, meg szerintem a Honvéd szurkolók büszkék is, hogy ahogy játszottunk, uh -huh. ahogy felvettük a versenyt, azért nagyobb költségvetéssel egy... egy Európai szinten is komolyan jegyzett csapattal, ugye tavaly is ott voltak az Európa Liga csoportkörben, jó eredményeket értek el, úgyhogy tényleg erős ellenféle játszottunk. Jó, csak akkor mindig ugye ez lesz, hogy akkor igazából ne is várjuk a nemzetközi mérkőzéseket, mert mindig ki fogunk esni, mert mindig lesz egy erősebb költségvetésű csapat ott a selejtező során is. Nem, hát mi próbáltuk ugyanazt csinálni, mint után, hogy a csapategységbe vetettük a hitünket, Szerintem fel is vettük, vettük velük a, a kesztyűt. Tényleg az izraeli edző is mondta, hogy nem erre számított, mert ő uh -huh. sokkal könnyebbre, könnyebb uh -huh. meccsekre számított. Hát tanultunk belőle, reméljük, hogy jövőre ugyanígy meg tudunk méretkezni nemzetközi porondon. Neked kapus szemmel nézott hátul. Keményebb volt ez a két mérkőzés az izraeli csapattal szemben. Tehát te találkoztál új dolgokkal, amikkel itthon a magyar bajnokságban nem? Megmondom őszintén, én én nagyon elfáradtam mindkét meccs után, kint is, és itthon is, és nem csak azért, mert tényleg 30 plusz fokba játszottunk, hanem ö, tényleg az első perccel az utolsói koncentrálni kell, tehát na, mindig toppon kell lenni, Ugye mentálisan ez elég fárasztó. Tehát jobban kellett figyelni, mint például egy diózsőr ellen úgy mondom, hogy a tempója más volt magának mm. a meccsnek, tehát tényleg gyorsabb Igen, itt nem volt megállás. NBA 1 van, hogy lelassítják, vannak olyan játékosok, akkor jár, fújhat, olyan, hat egy jár, fújhat egy kicsit az ember. De itt tényleg non-stop oda kellett figyelni. De hát ezt meg csak így lehetne, hogyha mindig ilyen meccseket így lehetne megszokni, nem? Igen, én, én megmondom őszintén, nagyon élveztem. Én imádnám, ha minden hétvégén ilyen tempójú meccsek lennének, mert tényleg állandóan meccsbe éreztem magam, ha, ne, ha nem is volt nálam, vagy nem is kellett volna <laughs> <laughs> Mert itt most. Le, tegyük fel, és miért nem ennyi honvi megint a bajnokság, akkor évente játszik most két ilyen meccset, ez nagyon nem lehet építkezni ezzel. Igen, tényleg szuper lenne, hogyha minden héten, hétközben egy Bajnokok Liga meccsen tudnék pályára lépni, de hát majd a jövő eldönti, hogy mi lesz. Meddig szólt tényleg a szerződésed? 2019 nyaráig, úgyhogy még két. Mi, akkor két még két, az adély van igen. akkor. Igen. Nem hívott a menedzsered egyébként, hogy vannak érdeklődők, stb.? Érdeklődők vannak igazából, jól érzem magam a Honvédnál, tehát bajnokok vagyunk, nem, nem gondolkodtam még ilyenbe, nem is én fogom szerintem eldönteni, hogy, hogy mi lesz, ugye két éves szerződésem van a Honvédnál, ahhoz előbb valakinek szerintem zsebbe kéne nyúlnia, és hmm. azt mondania, hogy szeretnénk Glov Dávidot elvinni, egyelőre itt még nem tartunk, én koncentrálok a Honvédre szerencsére, úgy érzem, hogy jó formában is vagyok, úgyhogy én csak a következő meccsre koncentrálok, aztán ha valaki esetleg beív az irodába, hogy elfogadtunk értek, érted egy ajánlatot, akkor majd átgondolom. Diózsőr 2-2. Bosszus vagy? Talán amikor Nagygerit kiállították az első fél vége felé, és, és, és uh, 11-es be is rúgta ugye a Diózsőr, akkor úgy voltam vele, hogy egy döntetlen nagyon jó eredmény lenne itt. Így, hogy a 96. perze kaptuk a az egyenlítő volt így, így vereségnek érződik igazából. Tehát egy kicsit csalódott vagyok, de ha reálisan nézzük, akkor ez nem, nem egy rossz pont. Újpestiek is így vannak, a, hogy ők meg a 90. percben kapták a Fradi golt, és így lett döntetlen. Igen. Ők is csalódottak, nem örülnek a döntetlennek. De kellettek ám nagy védéseid most is a Diósgyőr ellen is, hogy azért ez így, le, így alakuljon. Igen, ahogy mondtam, szerencsére úgy érzem, hogy jó formában vagyok próbálok ugye a tavalyi évre építkezni, még egy lapáttal rátenni és még jobb teljesítmény nyújtani, úgyhogy jelenleg minden szuper. Most már hátul te vagy az úr, ugye? Most már itt vagy, most már egy éve, nem, csak tudod, hogy mindig egy új, most mindegy az, hogy honnan, milyen, azért idő még beéleszkedik, ott a rangsorban eldől, hogy ki hol áll, most már gondolom hátul, az alakzat, ott veszük figyelembe, akkor már te vagy a királyok. Igen, össz, összeszoktam a Védők az egész csapattal, úgyhogy te tényleg... De most már tisztelnek el is fogadják, amit igen, te mondasz. Igen, igen, de, igen. De ugye ezt ki kell érdemelni. Persze, na nagyon jó kapcsolatom lett tényleg mindenkivel a csapatban. Talán még jobb a csapategység, mint tavaly volt, pedig tavaly bajnokságot nyertünk. de hát akkor... Pont azt mondtuk, hogy ennek köszönhető az egyik varázsa, ez volt, hogy csapategység. Igen, igen, és tényleg nagyon sokat segítettek az első évenben, és most próbálunk még jobban szerepelni. Most már, hogyha mondasz valamit játék közben, akkor azt játékostársak. Gondolkodás nélkül megcsinálják? Hát, azt azért nem mondanám. <laughs> van egy-két fiatal, akivel kicsit hangosabban kell beszélni, de nem viccet félretéve, tényleg nagyon jó a csapat összhang. Jó, mert ez fontos azért, az, hogy mennyire hallgatnak a kapusra. Persze, ugye én látom hátulról a legjobban a dolgokat, ami előttem folyik, úgyhogy jobban teszik, ha rám hallgatnak. Az ő érdekük is. Igen. Szóval akkor rendben van hátul minden, tehát barátok vagytok, jó vagytok, hallgatnak rád, minden na, az jó. Mennyire számít, számítasz te még extrém megjelenésűnek? Hát azt tudom, hogy mostanában foglalkoznak velem így az újságok. Igen, meg, igen, most meg mindenhol sokan, látok. igen, igen, mert fotogén vagy. Köszönöm. És ugye ezt kihasználva, meg ugye az egyéni stílusodat ugye így a kettő kompozícióban nagyon jól mutat, jól eladható. Csak ez mennyire viszi el majd a figyelmedet a védésről, a sportról? Igazából nekem a futball az első, tehát jó, persze, írjanak rólam, nincs vele semmi bajom, de szerintem, ha nem nyertünk volna bajnokságot, senki nem foglalkozna azzal, hogy milyen a hajam, vagy hogy öltözködök, vagy, vagy mit, hogy csinálok a pályán kívül. Tehát ez az kell, hogy a, a futballpályán meg legyen az eredmény és a teljesítmény, anélkül szerintem uh -huh. nem lenne ez a másik része. Ez a dizájn, ez így jött? Tehát, Igen. Hogy, te így érzed jól magad, Én is, így érzem nem oszik... is ezt tetszik, úgyhogy... Nem az, hogy valaki súg, hanem akkor nem, ez nem, teljesen nem. belülről jön Nem, akkor. ez teljesen én. Kapuszszerelésed, de ott viszont nem lehet nagyon kilógni ott. Nem, egyszer-kétszer szóltam is, hogy szeretnék valami kicsit más, mondjuk szeretnék fehérmezbe játszani, de, uh -huh. de nem nagyon hallgatnak rám. Azért mindig próbálok egy kicsit. Mosolyognak, vagy azt hogy nincs? Nem, azt mondják, hogy hát a bírókon múlik, meg hogy az ellenfél milyen színűben uh -huh. van, úgyhogy... Én azért próbálkozom, hát ha egyszer ebbe is meghallgatnak, de... Akkor de itt a szintben próbálsz valamit igen, variálni? Igen, színben próbálok variálni, most azért általában mindig egyszínűben vagyok, vagy teljes kék, vagy teljes sárga, próbálok egy kis variációt belevinni, de hát majd meglátjuk, hogy hagyják. Igen, el. mert a mackót ugye azt a király Gabi azt már lefoglalta, az már kész. Hát most igen, neked, vagy másban kell nekem valami újba kell gondolkodnom. Hát ugye a fejvédő, a vízilabda fejvédőszerűség, ugye a kapusoknál ugye van az Újpest kapuson is. Ez megint már egy lejárt dolog. Hát igen. nem lenne új. Hát ugye Petri kezdte el. Így van. Így de van. neki volt egy komolyabb sérülés, igen, ami igen. szerencsére hát teljesen felépült. De... Nem tudom, tényleg itt a kapustársad, itt a Újpesti kapusnál, a szerb kapuson miért van rajta? Igazából nem tudom. Amikor úgy emlékszem, amikor először itt volt Magyarországon, akkor még nem volt rajta fejvédő, tehát mm -hmm. És azóta eltelt két-három év, nem tudom, hogy történt-e. Mit szólsz hozzá? Mennyire extrém, ez mennyire jó, mennyire illik a képbe bele. Igazán... Ha már itt tartunk az öltözködésnél. Igazából nem ismerem a háttérét, nem tudom, hogy. Ah, jó, -e csak hogy a... mint nézőként, mikor látsz egy futballpályát, ahol ilyen, ilyen fejvédővel futballoznak? Igazából, ha neki tényleg ez biztonságérzetet ad, vagy bármi, akkor szerintem nincs vele semmi gond. No, Oké, okay, akkor futbolozzunk újra, térjünk vissza. Sokan azt mondták, hogy a belga edző jön, akkor viszont minden borul, amit eddig olyan szépen megcsináltatok, aminek köszönhetétek a bajnoki címet is, magyarul szét fog esni a csapat. Holland edző jött, de. A Holland edző Igen, te. Hát ugye tényleg már Rossziban megvolt egy játékunk, ami most egy kicsit változott, de, de nem érzem úgy, hogy rosszabb lenne, és szerintem megmutattuk az elmúlt két meccsen is, két ember egyes meccsen, hogy egyáltalán nem rosszabb ez a Honvéd, mint a tavalyi volt. Tehát lehet, hogy kicsit más stílusban játszunk, de csapategységre ugyanúgy nagy hangsúlyt fektetünk, ami, ami megvan idén is, ha, ha nem jobb, mm -hmm. úgyhogy szerintem nem leszünk semmivel se gyengébbek. Azt nem kérdezem, hogy most jobb edző, vagy nem jobb edző, mert nem lehet eldönteni. Ezeket. Nem, teljesen más stílusok, két ember. Én is nagyon szerettem, és még mai napig is egy sose fogom elfelejteni neki, hogy megadta nekem az esélyt nb 1 be de... Itt a holland edzőnél mennyire volt kérdéses, hogy ki lesz az első számú kapus? Nem beszéltünk róla soha. Az oké, de úgy ezt lehet érezni. Hát azért reménykedtem, hogy nem felejtik el az emberek, hogy tavaly ugye bajnoki címet nyertünk, és úgyhogy azért a 25 meccsen, az utolsó 25 meccsen én vettem a kaput. Ugye utána bekerültem a válogatott keretbe, és reménykedtem, hogy talán ennyi pici előnyöm lesz, de attól én ugyanúgy dolgoztam, és, és meg kellett mutatnom neki is, hogy én leszek az első számú kapus. Akkor megint az első hely a kitűzött cél hát, a Honvédnál? Igazából tavaly sem mondtuk ki, hogy nekünk most, az első hely volt a cél. De ezek után most, most már bajnokok vagyunk. Azt mondták nekünk, hogy nemzetközi kupába kell indulni jövőre is, de én ennél magasabbra tenném, azt mondom, hogy meg kell védeni a címünket. Uh -huh. Tehát akkor a klubvezetés első három, leegyszerűsítve, ugye? Igen, igen. De te azt mondod, hogy címvédés. Igen, hát amit tényleg átéltünk ugye a bajnoki döntő után, közben, előtte, hát az az egyik legjobb érzés. Tehát kívánom minden kis hogy egyszer átélse, amit én akkor, meg a csapattársaim akkor átéltek, úgyhogy szeretnénk idén is ismételni. És azt mondod, hogy ez a honvéd képes -e erre? Én úgy gondolom, hogy igen. Egy-két ember távozott, aki, aki lehet, hogy hiányozni fog, de viszont szerintem jól is igazoltunk, úgyhogy szerintem talán még erősödtünk is. Na, szuper. Tehát tudom majd hamarosan kiderül. Egyelőre ugye négy pont ugye a honvéd, tehát olyan sokat nem veszített, két pontot vesztett eddig ugye a két mérkőzés alapján. várost fogadjátok, nem lesz egyszerű egy, egy újonc ellen játszani, akikben még ott a tűz. Igen, a Balmazújváros... Ugye már nem, pontot... ilyenkor szoktak megbotlani a nagyobb Igen, csapatot. Igen, ugye pontotra volt már a videótontól is. Igen, úgyhogy... Tehát uh, látszik, hogy Horvát Horváth Ferenc csapat a kellemetlen ellenfél lesz. Játszottunk velük edzőmeccset, még az volt a legelső edzőmeccsünk az idén. Akkor ugye kettő 2 2 döntetlen volt. Hát uh, nagyon remélem, hogy most itt van tudjuk tartani a három pontot. Ja, van egy jó hazai szériánk, szerintem 13 14 meccset talán nem kaptunk ki hazai pályán a Bozsik stadionba, úgyhogy szeretnénk ezt tovább vinni. Akkor döntetlen már az kudarc lenne. Természetesen igen. Én úgy számoltam, meg, meg úgy gondoltam mindig, hogy hazai pályán kötelező bár mindenkit megvernünk, úgyhogy most is ez a cél. Tehát lehet az a fradi, lehet az a videótól. Teljesen mindegy, hogy jön ide. Hogy látod, mint játékos, most kivel kell majd nagyot harcolni az elsőségért a Honvédnak? vagy kikkel? Szerintem hasonló lesz, mint tavaly, tehát a videóton Ferencváros, ugye mindenki tudja, hogy milyen forrásokkal rendelkeznek, tehát ők igazából oda vihetnek bárkit, ha van egy-egy sérülés, vagy akármi, akkor ők másnap már tudnak egy, egy olyan játékost igazolni, aki kiemelkedő magyar szinten, úgyhogy úgy gondolom, hogy megint velük kell számolni. Újpesten, nem? Újpesten Úgy gondolom, hogy sok változás volt most, tehát Igazoltak, nem is tudom, 10-12 játékos, Igen. szerintem az az nem két hónap alatt fog összeérni. Igazoltak, tényleg nagyon jó játékosokat tőlünk. Tehát látod, ugye a Fradi is megizza, <laughs> tehát ha egy kicsit jobban koncentrál az Újpest 2-1-nél, akkor 3-1 is simán lehetett volna. Igen, És biztos. nem azért, mert a kapus betlizett, tehát olyan helyzetek voltak. Igen, hát biztos, hogy megint nyílt bajnokság lesz. Ugye, tavaly se gondolta volna senki sokáig, hogy a Vasas fogja vezetni a bajnokságot hosszú hónapokon keresztül aztán, hogy mi kerülünk oda a végére. Úgyhogy biztos, hogy négy-öt csapat azért versenyben lesz az első, há első három helyre. Augusztus 12-én játszottak, ugye, az Újpeste? Igen, igen. Hol? Kispeste? Igen, nálunk lesz. Kemény lesz. Igen, biztos, hogy így lesz. Én amúgy is szeretem az ilyen nagy derbiket. Ugye sok szurkolót várunk oda megint, úgyhogy nagyon várom. De az esküvő miatt várod nagyon augusztus 12-ét? Két okból várom az augusztus 12-ig. Ugye 6 órakor játszunk az Újpesttel, remélem, hogy győzelem lesz, mert úgy, utána, ugye utána ö, megyünk át a római partra, ahol az esküvőmet tartjuk. És a szertartás is minden a mérkőzés után lesz? Ö, igazából a... Egy kis kulisszatitkot már, ha tart itt tartunk. Polgári esküvőt már előtte megtartjuk. Tehát, ha aha, erre voltunk kíváncsi. Igen, úgyhogy szombat este már csak a a, lesz, egy lesz egy rendes szertartás, uh -huh. és akkor utána végül is csak a vacsora. A buli. Kinek mi? Hát igen, igen, csak egy veresség után bulizni. Hát ö, olyan formába fogok védeni, hogy ne kelljen vereséggel esküvőre mennem. A polgári esküvő az mennyiben lesz meg előtte? Idő aznap, vagy, vagy máskor? Nem, előtte pár nappal. Tehát a mérkőzésre nyugodtan tudsz készülni. Igen, igen, igen. De igazából, oda de mi nem terveztünk semmit, tehát jelenleg uh -huh. csak. Ketten, meg ugye a tanúkkal. Persze, nem, ez csak azért, hogy mennyire próbálok az edzőt fejében gondolkodni, most mennyire kell majd félni attól, hogy toppon leszel, vagy nem. Ugye emiatt az esemény miatt. Nem, én, én ezt ilyenkor ketté tudom választani. Uh -huh. Tehát amikor eljön a hat óra, akkor én csak a meccsre fogok koncentrálni. Sőt, lehet, hogy még egy pluszt adni fog. Remélem. Végül is nincs kizárva. Tehát most volt az eljegyzés. Akkor már augusztusban már az esküvő, és akkor azt jelenti, hogy augusztus 20-án bejelentek bejelentitek, hogy jön a kis <laughs> nem, ott még azért nem tartunk, de hogy ilyen hamar lesz az esküvő. Csak én nagy ilyen léptekkel haladtam, csak ezért gondoltam. Nem, sokan kérdezték már, hogy Ugye? Hogy, hogy ilyen hamar lesz az esküvő, hogy esetleg jön a kis baba, de ott még nem tartunk. Akkor nem ezért? Nem, nem, nem. Nászútok, az meg volt, vagy, 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 hogy lesz most? Hát szerintem ezt el kell tolnunk talán jövő nyárig, attól függ, hogy hogy lesz a program, vagy esetleg télen a hát télen. téli szünetben megoldjuk. Van hát, két hónap hangás. Hát annyi pihenőnk nem lesz. De, de, egy hónap tisztán lesz? Szerintem három hét. Három hét? Igen. Elég az, nem? Persze. Én annak örülnék a legjobban, ha nem is lenne téli szünet. Válogatottság. Lassan ugye VB selejtező. Először ugye lettek ellen. Számolsz arra, hogy újra behívnak a keredbe. Igazából... Mit a madarak? Mit hallani? Én megmondom őszintén, mióta eljöttem, úgy nem nagyon hallottam semmit. Remélem, hogy azért olyan benyomást tettem ott az edzőkre, hogy, hogy számolnak velem. Meg ugye hétről hétre a teljesítenem kell ahhoz, hogy, hogy meghívót kapjak, de Egyelőre csak a következő honvéd, mert koncentrálok, nem gondolkodok ennyire előre. Mennyire stabil a helyed a honvédnál? Ez, erről szerintem a holland edzőt kellene megkérdezni. Ki a kapus edződ? Tóth Iván. Nem ő dönt? Szerintem kikérik a véleményét, de, uh -huh. de a végső döntés biztos, a edzői. hogy a vezető edző. Igen. Hát igen, sajnos mindenhol így működik szinte. Ez jó vagy nem jó szerinted, mint kapus Hát igazából Tóth Iván remekül felkészít, ő lát igazából a legtöbbet egy edzésen, tehát ugye rögtön vele megyek külön egy igen, órát, hogy mikor mennyit tudok vele eltölteni, ő mindig látja, hogy ha van egy kisebb problémám, vagy fáj valamim, vagy akármi, ő, ő tényleg ő ismer a legjobban. Az edző igazából már csak abban a 20-30 percben, amikor ugye együtt vagyunk a csapattal, örülök, hogyha megbeszélik, örülök, ha engem választanak, hogy védjek, úgyhogy én, én próbálok mindkettőnek az megfelelni. Honvidnál nő a szurkolói tábor? Ez a bajnoki cím. Hány szurkolót hozott? Az első fordulóban idén kicsivel talán 2000 fölött voltak, ami a tavaly, tavaly, tavaly nyarat, néz, nyarat nézzük, akkor, akkor kevesebben voltak szerintem. Magábbá akkor még nem voltam kezdőkapus, de úgy emlékszem, hogy akkor kevesebben jöttek ki, de viszont talán akkor a ugrás, pozitív ugrás nem volt, mint, mint amire számítottunk így a bajnoki döntő után, ahol szerintem két-háromszázan hívogattak naponta, uh -huh. hogy szerezzek nekik egyeket, és most meg igazából senki nem keresett, hogy esetleg tudnék egy egyet szerezni. Úgyhogy remélem, hogy ha továbbra is jól játszunk, ott, ott leszünk az elején, akkor, akkor azért ismét visszacsalogatjuk a szurkolókat, ahogy tehát ott tavai vagytok szépen. az elején, épp előbb tagláltuk, hogy hogy vagytok elő. Sokan mondták, hogy lehet, hogy ez a nyárnak tudható be, de nem, nem tudom, hogy. Lehet, hogy benne van talán a válogatott szereplése is, hogy ugye kapott egy pofont a magyar futball. Hát nem tudom, mi próbáljuk azért büszkévé tenni a szurkolóinkat. Tényleg fantasztikus volt velük ünnepelni tavalyi szezon végén, és jó lenne minden hétvégén olyan hangulatba játszani. Ki lesz most? leghamarabb olyan nagyobb rangosabb ellenfélet a Bozsik stadionban? Hát, talán az Újpest, a, a, ugye most jön a Balma, az város utána megyünk felcsútra a Puskás Akadémiához, ugye jön az Újpest, az, az megint egy, egy derbi. Uh -huh. Úgyhogy, remélem, Addigra jó lenne, hogyha felduzzad, hogy három ezerre, mennyi? én az úgy az... gondolom, hogy egy Honvéd Újpest megérdemel egy, egy teltházat, de ez persze csak én, én reménykedek de minden tiszteltem azok a szurkolók, akik azért kiárnak. Ugye, Mit kellene tennetek azon? azért? Mert látom, hogy szaklapok állandóan kérezik a szakembereket, meg mindenkit, hogy hol vannak a szurkolók, hiszen most már jegyárak is nagyon lementek, a heti sportúság hozta is, hogy 600 700 forintért lehet venni jegyeket, és mégsem mennek ki. Hogyan lehet nőket kicsalogatni? Mi kellene hozzá? Szerintem ez a magyar futballnak a kritikája. Tehát egyik napra a másikra nem fog megváltozni. Tehát mi próbál, amit mi megtehetünk a Honvéd Szurkolékkal, hogy 110%-ot nyújtunk, tényleg kiadunk magunkból mindent, ahogy megmutattuk most a Diós Győre ellen is. Azon vagyunk, hogy ugye a Honvéd szerintem nagyon jó munkát végez, hogy fiatalokat nevel ki, és, és tényleg ez szerintem szükséges, meg ezzel vissza lehet a szurkolókat is csalogatni. Ahogy a magyar futball elkezd javulni, szerintem úgy a szurkolók is vissza fognak térni. Hát, de mi alapján fog? Miért mérce? Most ha megint nézzük azt, hogy a magyar futbalt a nemzetközi kupasoron, ugye már csak a videóton él. Tehát akkor most megint egy évig akkor Hát nem le... lesz? Tehát mi, valami más kellene, nem? Hogy még hamarabb, tehát meg kéne őket győzni, hogy jöjjenek ki. Igen, hát biztos vannak nálam okosabb emberek, akik ezen... De nem tudják ők se. Igen, próbálnak erre megoldást találni, hát sajnos egyelőre még ők se találták meg, úgyhogy... De ti már megszoktátok. Vagy nem? Ezt nem lehet megszokni? Igen, megszoktuk valamilyen szinten, de... Már nem is téma gondolom az öltözőben. De ami például volt a videóton elleni meccs, vagy, vagy kint most játszottunk Izraelbe, ahol 17 ezer, 17 000 izraeli meg jött velünk körülbelül 100 honvédos. Hát tényleg fantasztikus hangulat volt, és akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy de jó lenne minden hétvégén ekkora tömeg előtt játszani, tehát remélem, hogy azért én még megélem azt, hogy NB1-be ház legyen minden hétvégén. Így legyen. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. További sportosat! A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.